Évente többször végez helyszíni szemlét a lakásellenőrzési munkacsoport, amely lassan 6 éve működik városunkban. Első alkalommal 2010-ben döntött az önkormányzat képviselői testülete a munkacsoport létrehozásáról. Elsősorban azért, mert tapasztalták, hogy az önkormányzati ingatlanok bérlői nem minden esetben járnak el szabályosan. Elsősorban azt ellenőrizzük, ami nyilván jól látható is, tehát ha kimegyünk egy helyszínre, látjuk azt, hogy például mennyire van karbantartva egy ingatlan kívül-belül, tehát vizsgáljuk a portát, adott esetben vizsgáljuk az ingatlan belsejét is, tehát hogy ott úgy élnek-e, egyszerűen és tömören megfogalmazva, ahogy az elvárható, nyilván a vonatkozó szabályok előírásainak megfelelően. A 7-tagú munkacsoport általában évente 2-szer tart ellenőrzést, ám előfordult már, hogy többször is ki kellett látogatniuk helyszínre. Minden évben a vonatkozó testületi határozat alapján 2 alkalommal kötelezően végzi, egyéb esetben eseti jelleggel. Általában egyébként 2 alkalommal lényegesen többször megyünk ki, tavaly évben például 5-ször volt a lakásrendszeri munkacsoportnak ellenőrzése. A munkacsoport első körben természetesen csak figyelmeztet, ám legrosszabb esetben fel is bonthatják a bérleti szerződést.